Jó napot kívánok! A GIMP nevű programmal nézzük meg, hogyan lehet vízjelet eltávolítani egy képről. A GIMP.org-ról lehet letölteni. Most éppen a... Sőt, itt az előbb is lehetett látni, hogy itt a 2.8-as a legfrissebb, de már a 2.9-essel is lehet dolgozni. Most én azzal fogok. És itt van egy vízjeles kép. Azt fontos, hogy a vízjelek azok ugyanolyanok legyenek a képen, mert különben nem lehet őket eltávolítani. Tehát azt fogjuk kihasználni, hogy itt vannak olyan vízjelek, amik mögött fehér háttér van, és ugyanazok a vízjelek vannak itt a kép mellett, mint a képen rajta. Annyiból áll az egész. Itt én most tudom, hogy ezen a képen egy kicsit szabálytalanak a vízjelek, ezért itt kiválasztom ezt a kiválasztó eszközt, és úgycsak így nagyon nehéz, mert pici a képernyő, és kiválasztok itt balra egy oszlopnyi vízjelet, Ctrl-C, Ctrl-V-vel. Itt létrejön egy ilyen floating layer, akkor jobb kattintás, új layer csinálunk belőle, és akkor utána megfogjuk ezt a layert, és átvisszük ide a maga mellé, és hogy a vízelet eltávolítsa, ahhoz állítsuk be, hát itt nem lehet majd látni lente a divide-ra, de, és akkor inkább mégiscsak menjünk vissza 100%-ra, mert nem lehet majd látni a hatását. Tehát ezt, ha rámozgatjuk ide pont, akkor így, hát nem teljesen, de 90% fölött eltűnik. Akkor duplikáljuk ezt a layert. Akkor ezt is mozgassuk el ide. Mert talán így látszik a legkevésbé. Egyre jobban látszik balra. Jó, így jó lesz. És akkor a jobb oldali részeket, azokat egy jobb oldali kijelölésből kijelölő eszközzel, és mondjuk ezt az oszlopot nézzük meg, vagy te sokszorosítsuk. Ctrl-C, Ctrl-V, új layer legyen belőle. És akkor ezzel a mozgató eszközzel rakjuk a képre rá. Így, és akkor megint válasszuk ki a divide-ot. Menjünk vissza 100%-ra, hogy jól lássuk a hatást, és akkor lehet látni, hogy most majdnem teljesen el is tűnt. Jó, hát ugye meg kell ezt csinálni sajnos, nem sajnos, de meg kell csinálni az összes többi oszloppal is. Tehát kell csinálni egy újabb layert, ami ide is jó. Meg ide is. Ezt a layert is duplikáljuk. Még ide. Ez jó. Jó, hát és akkor most lehet látni, ha 150%-ban nézzük, akkor lehet látni, hogy azért egy picit itt látszik. Így sokkal jobban látszik. Tehát ez a minimum, amennyire le lehet venni. És itt pedig igen, hát ez a legkevésbé, amennyire meg lehet oldani. Jó, és akkor most kész is vagyunk. Nézzünk egy teljes nézetet. Igen, hát így tulajdonképpen eltűntek a
vízjelek. Hát minden jót, viszont a látásra.